Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 20-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, és mik a tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Ez a róka hamisságokra utal. Tehát van valaki az ő környezetében, aki hazudik, hamis, és még lopásra is kerülhet a sor. Na, hogy érzi magát ebben a tényben, ezt mutatja ez a második kártya. Ez a hölgy szimbolizálja az igazságot és az igazságtalanságot. Ebben a lopásban, hamisságban inkább igazságtalanságokról beszélhetnénk. És pontosan az, amit ő foglalkoztat. Ő nem fut el az eseményektől, hanem szembenéz ezzel a hamissággal, ezekkel az igazságtalanságokkal. De ez az ő dolga, amit veletek közöl, azok az érzelmek. Ez a lelki biztonság és nyugalom. Ez a királynő arra mutat, hogy ő titeket így lát, a ti büszkeségeteket, nyugalmatokat, érzéseiteket. És ez a harmadik kérdés is, hogy viselkedik veletekkel, milyen lépéseket tesz. Ő nem fogja azt elmondani, ami őt foglalkoztat, ami őt elszomorít, hanem inkább az érzésekről beszél. De az jó lenne, ha be tudnátok pillantani az ő világában. Azzal kapcsolatban, hogy mik az ő gondolatai, érzései. De ezt ne vegyétek személyesen, mert ez nem veletek kapcsolatos, hanem valaki az ő környezetében. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!